Teljesen jó. Lopakodjunk csak mögé. Upp! Gyere vissza! Téged is elvisztek a kollégáidhoz. Egy ne. Hol van a másik kolléga, aki lefeljárőrözött itt? Ó, annál a holtes némi pénz is volt. Mondjuk nem hinném, hogy ezek után már bármire is elkölteném a pénzemet, megmondom az őszintét. Aha. És ott egy riadóztató készülék is. Azt is deaktiválnunk kell. Minden riadóztató készüléket muszáj lesz lekapcsolnunk, hogyha jót akarunk magunknak szerintem. Na, Fraps, megint elkezdtél rosszalkodni? Aha, már megint rosszalkodik a kis mocsok. Tessék viselkedni. Köszönöm. Szuper. Csapda kiiktatva. Csak ezzel a villámfallal kéne valamit kezdeni, de erről az oldalról sajnos nem fog tudni. Ó, Tallboyt is hallok. Illetve... még egy ágyú is van ott. A Lord Regent aztán tényleg jó bevitte magát, viccen kívül. Tehát nem semlegesítenem kéne azt a tornyot. Hadd nézzem a környezetet. Sodás! De ha jól látom, akkor csak egy ilyen torony van. És még egy talboly. Semmi. Elég keményen páncélózottak ezek a srácok. Nem is igazán szeretnék velük foglalkozni, amíg nem muszáj. Hogyan is kéne csinálnunk ezt? Hát azonnal két őr is van. Attention, Dunwall Tower personnel. Remain on post until you receive further orders. Hello. Maga meg is van. Tessék itt pihenni. Nem, nem, nincs itt senki. Altató vesszük. Nincs itt senki egyáltalán. Jaj, a rémeket látsz, barátom. Viszont az nem jó, hogyha ideig lejössz. Ó, pont ott álltál meg, de király vagy. Ezt viszont most már meg fogja nézni. Azaz. Azaz. Mindenki alszik egy szépet. Ennek viszont nem örülök, hogy most két altatógasztümet el kellett ezekre lőnöm. Remélem, hogy további szituációkban ügyesebb leszek. Na, nézzem csak. Most már elég egész közel vagyunk a rúnákhoz. Amit még ki kéne iktatnunk, az a nagy lőtorony. Az nagyon-nagyon böki a csőrömet. Az pedig itt is van a közelben ráadásul. De nem akarok úgy felmenni, hogy azonnal ott legyek a... ott legyek a... az orra előtt. Szóval... aha, igen, ott van.
Szóhó. Hadd nézzem csak. Nem, nem húgyozunk. Kíváncsi vagyok, hogy, ez, hogy ebben a magas fűben vajon észreveszik-e az eszméletlen testeket, remélem nem. Bízom benne, hogy nem. Jó van, az ott egy villámfal. És itt van a közelben az egyik úna is. Sőt, mind a kettő. A biztonság kedvéért. Elviszem minden ezt az eszméletlen csókát. Azt a mindenit. Ez majdnem egy csúnya halál volt. De csak majdnem. Huf. De örülök neki, hogy időben eltűntem onnan a fenébe. Ó, tegyük a falon. Nocsak, nocsak. Jó van, barátom. Te itt jó leszel. Hát nézzem csak, hogy itt hová jutunk. Hoppa, hoppa, hoppa. Nem, 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 nem. Nincs itt semmi okod a pánikra, barátom. Mint ahogy annak az őrtoronynak sem volt, amelyik rám lőtt. Abszolút semmi oka sincs az aggodalomra. A fene vigyel, hogy ezt meghallják. Jó van, jöjjön csak erre. Addig én lejjebb jövök. És akkor maga is látni fogja, hogy nincs itt semmi más, amitől tartani kéne. Mondom én. Jaj, bakker. Nem merem megkockáztatni a dolgot. Az őrségét rendkívül egymás seggében van. És a baj az, hogy rendesen felvillanni sem tudok itt. Jó lesz, hogyha nem rontom el. Jaj, bakker! Nagyon nem jó az itt. Rohadt őrtorony. Meg a járőrök is. Azt is pont rám lát mindenki innen. Jaj, mennyivel egyszerűbb lenne csak altatóni élveszővel lelőni őket. Az a baj, hogy ez nem így működik. Az 8 nyilvessé nagyon hasznos lehet még. Talán most el tudlak téged kapni. És el is villanunk innen azonnal. Téged elrejtelek szépen egy biztos helyre. Egy ne. És onnantól kezdve már csak a barátoddal kell foglalkoznom. Aki bármelyik pillanatban felbukkanhat, reméljük. Egyelőre nem szándékozik erre jönni. Semmi gond, addig én itt kirámolok mindent, amit csak lehet. Óvatosan azzal az őrtoronnyal. Fazon most indult el visszafelé. Vagyis tovább felfelé.
csodás. Ha jól látom, akkor ő itt most körbe fog jönni. Na, nem. Hello! Na, ezzel is megvolnánk. Ő is szépen az aludt, már csak elvisszük őt is a helyére, és kész is. Na, tessék itt egy kis alvópajtás. Ajjajajajaj. Na, és akkor a következő célunk az, hogy semlegesítsük azt a mocskos őrtornyot. Hát, nem merem úgy, hogy nem tudom, mi vár engem ott a másik oldalon. Nézzem csak. Van egy gyilokoszlop is ráadásul. Abszolút nem egy barátságos hely. Na most meg tudom mászni a rohadékot. Hello! És véged is. Csodálatos. Az a riadóztató készülék itt működik ebből az őrbódéból. Mentsünk egyet még mielőtt bármit eltolunk. Eddig jól működik a dolog. Hát nézzem csak. Egy rúna itt, egy rúna ott. Keressük csak meg ezt a rúnát. Lesz valahol lent a földszinten, ott is van. Hivatalos rendenet. A Lord Regent parancsára ezzel a Dunwall Towerbe való bejutást azonnali hatállyal korlátozom a hivatalos forgalomra, kizárólag a vízikapun keresztül. A főkapu lezárva, kivétel nincs. Jelen rendeletet Tobias tábornok hivatala adta ki a Lord Regent teljes fennhatóságával. Na, ide veled. Csodás. A következő rúna egy picivel arrébb van. De csak is kizárólag egy picivel. Jó van, Dunwall torony. Hogyan csináljuk ezt? Sajnos arra kell mennünk mindenképpen. Nincs kivétel. Viszont én a riasztót mindenképpen ki szeretném kapcsolni. És ezt itt tudom megtenni. Pont itt a kijáratnál? Ó, de jó. Reménykedtem abban, hogy ide bent van a kapcsoló. Oké. Jó, végül is csak két őr van itt, meg egy talboly, aki kint járőrözik. Nem olyan nagy gáz ez. Főleg, ha kivárom a megfelelő alkalmat. Sajnálom, fiúk, lányok, ez eltarthat egy ideig. Így. Mm-hmm.
Az a fáj, hogy mindegyik erre néz, basszus. Annak örülök, hogy kamerák nincsenek még ebben a korszakban. Na, akkor meggyűlne velük a bajom. Kezdem azt hinni, hogy egy elég rossz ötlet volt ide bejönni. Igazából sokkal több értelme volna annak, hogyha hátulról támadnék. Na, ezt nem akartam. Bocsánat, az én hibám volt. Miattam meg fulladt egy szegény őrtiszt. Óvatosan. Nem akartam szegényt a vízbe dobni. Nem. Biztos, hogy nem. Nem lesz itt riasztózás. Valamint. A talbolynak sem engedjük meg, hogy lásson ránk minket. Határozottan nem. Van semmi gond, meglóptunk előle. Nincsen probléma. Mondom, hogy nincs probléma. Egyáltalán nincs. Persze. Rohadt halak. És egyre többen vannak. Erre gyorsan kimászunk a vízből. Takarodjatok innen. Ó, na csak ott be lehet jutni. Csodás. Ó, basszus. Ha! Ha! Ennyi. Remélem, hogy ide nem tud eljönni. Ójjjj, még nem. Még a túlsó részén akarok maradni. Itt van egy rúna, amit már akarok még szerezni. De hogy lehet oda jutni? Ez az, ami engem rohadtul érdekelne. Első részbe tudok menni. Ez így nem lesz jó. Így már igen. Rá. Akkor továbbra is menjünk arra, én úgy gondolom. Talbolyokkal nem akarom összeszűrni a levet. Belső részbe akkor hát. Na. Ideje véget vetni a Lord Regent uralmának, és ha szerencsével jársz, Emily császárnővé lehet koronázni. Vissza kell térned Dunwall Towerbe, és észrevetlenül bejutni oda, ahol egykor Lord Protectorként szolgáltál. A mindig paranoiás Lord Regent az elmúlt hónapok folyamán sokat fejlesztett a biztonságon, és van egy jól védett szobája, ahová riadó esetén visszavonulhat. Ezt nem akarjuk, ugyebár.
bár nem tudom, hogy a rúnák itt a játék véget tájékán mennyire tudnak már nekem segíteni. Azok a képességek, amiket még nem fejlesztettem ki, az főleg most már csak az ölésre koncentrálnak. I need the comfort of my own bed tonight. Trust you and your men can handle the tower security. Double the guard if you have to. Come see me before you finish your rounds. Yes, as you wish, Lord Regent. I'm heading up. Keep this area secure and use that alarm if there's any sign of trouble. Yes, sir. Akkor azért riadóztat a készülékot? Nagyon jó. Azt talán ki se bírjuk kapcsolni. Adóállomás, azt is érdemes megnézni. És a hálószobájába kéne elkapni ezt a mocskot. Csodás. Hát egy csomó olyan helye van itt, ahol nem igazán tudok kényelmesen mászkálni. Sajnos. De miért hallok ennyire erős patkányhangokat erre? Érdekes. Hopp, hopp, hopp. Hopp, fel tudok ott mászni. Aha. Tévedtem. Neked ott van leges legarul a kész működtető készüléket. Nagyon örülök neki. Ez baj. Ez baj. Különben kicsit egyszerűbb lenne kikapcsolni ezt. A citywide ban on whale oil is now in effect. Citizens are encouraged to bring any whale oil in their possession to the city watch at once. Jaj, ezt a mindenit. Ez tényleg fáj. És szuper, csak így tudjuk kikerülni. Amíg sikerül lemennünk a működtető készülékéhez. De még innen is ránk lát. Au! Elég rohadtul van ez így összerakva. Csodás, kérlek mondd, hogy lassan ott vagyunk. Igen. Már nincs sok hátra. Ott a működtető készüléke. Csodás. Te mostantól nem adsz nekem több fejfájás dolgot. És ha jól hallom, a propaganda tiszt az pont itt beszélget. Mondja megállás nélkül az adásokat a rádióba. Így hát nincs más dolgom, mint hogy oda menni és megkérni, hogy hallgasson el. Persze, tegyük ezt halkan. Hány életerő elixire maradt még? 7. Ez nem is olyan rossz. Na barátom, hogy is van ez? Mr. Propaganda tiszt. Please. Please don't hurt me. You're here to kill the Regent, aren't you? Spare my life, and I can help you beat him. He makes recordings on audiograph, secrets. Some that would destroy him if others heard. Played on this amplifier, his confessions would be broadcast throughout the city. He'll be ruined. The audiograph card you want is in a safe in the Lord Regent's room. But I was able to see the combination over his shoulder. 935. Trust me, what's recorded on that card will do the trick. Good luck. Az kell nekünk mindenképpen. Jó van, barátom, amúgy sem akartlak téged megölni, ne aggódj. Na, aki el akarja olvasni a feljegyzést, az most tegye meg. Szóval, azt az audiográfot, amit a széfjében tart a Lord Regent, azt el kellene lopnunk.
bent van a hálószobában, a széfben, és ha azt lejátszuk az egész városnak, ho-ho! Ki tudja, milyen titkok vannak abban a hangfeljegyzésben. Mentek is egyet ennek örömére. Biztonság kedvéért. Érni. Hogyha ezt ügyesen csináljuk, akkor a Lord Regennek befellegzett. Itt vajon át tudok jutni gond nélkül? Nézzük csak. Aha. Ajha. Hogy is volt 9:35? Lord Regent pont itt van mellettem. 9:35. Ide veled. Főkém uram, a pontos megállapodásunk volt. Én azzal terveztem. A király védelmező nem volt benne az alkuban. Ön biztosított róla, hogy a hölgy és a lány egyedül lesznek. A munka ára ezennel felment. Küldje a pénzt a másik átadóhelyre, vagy biztos lehet benne, hogy jelentkezünk érte. Dowd. Ez volt az a faszi, aki rám küldte a bérgyilkosait, és a szemünk láttára ölte meg a császárnőt. Megvannak az audiográfok. Viszont itt van az egyik rúna is. Már úgy szépen, hogy szó se hallok, most mond. Hát ki tudja. Azt az egy rúnát most már csak azért is megszerzem. Hogy állok rúnákkal most? Hát 4 rúna van a birtokomban. Hát végül is. Ezt a széllökést akkor is meg akartam szerezni. Ha egy erős széllökést akarsz indítani, amely leveri lábukról ellenfeleidet és elhajítja őket, nyomd meg a jobb egérgombot. Ezzel a módszerrel kioldhatsz tüzeket, betörhetsz fajtókat, és ellenfeleid felé repítheted a neked szánt nyilvesszőket. Második szinten olyan erősen vághatod őket a falnak, hogy belehalnak. Azt nem akarjuk. Meg is lépünk. Megvan az audiográf. Más nem is kell nekünk. Ezt lejátszok szépen a propaganda rádióba. Kíváncsi vagyok, hogy mi van rá felvéve. Na nézzük csak. Hová lett a propagandatiszt? Érdekes. If I explain, then you will see I am not at fault. My poverty eradication plan was meant to bring prosperity to the city, to rid us of those scoundrels who waste their days in filth and drink, without homes or occupations other than to beg for the coin for which the rest of us toil. And it was a simple plan. What are you doing? Bring the disease bearing plants from the Pandesian continent. This is treason. And let them take care. It's over, Hiram. Your head will roll for what you've the done. The plan worked. Perfect. Which may you just let me go. I beg at you. First. You nearly destroyed this city. No amount of money will undo that. They hid from the captures. Get him ready and for the walk to Coldridge Prison. Yes, sir. Soon it didn't matter. Rich, poor, all were falling sick. And then people began to. Sajnálom, hogy elkezdtem lerohanni. Mindenképpen meg szeretném hallgatni azt az audiográf felvételt, még mielőtt lerohannánk, és látnánk, hogy a Lord Regentet a saját testőrsége elfogja. Bocsánat. Igen. Azért kezdtem el azonnal lerohanni, mert gondoltam, hogy az őrség elkezd felrohanni hozzám. Na, semmi gond. Bocsánat, hogyha ezzel most megtörtem egy kicsikét a dolgot. De most akkor meghallgatjuk a teljes hangfelvételt. Ami feliratoz is nekünk a játék.